nem csak rendezőr meg operatőr készíti ezeket a filmeket, hanem azok a szakemberek a háttérből, akik ilyen kisebb feladatokat elvégeznek, de mondjuk egy location manager feladat az egy nagy és szép feladat szerintem. Nagyon melós. A location manager érkezik először, és ő megy el utoljára egy helyszínről. Egy meglévő adatbázisából kikeresi, megmutatja nekünk ezeket a képeket, és elmegyünk megnézni a helyszínt. Ha viszont nincs ilyen, akkor ők elkezdenek keresni, és ekkor jön a location scout. Ez nyáron zseniális tud lenni. Vannak itt öblök, el lehet bújni az ellen. Meglátta a rendező személyesen, akkor majdnem sírra fakadt annyira. Szép volt aznap. A helyszín vadász vagy a művészeti szemszögből nézi meg. Nekünk a kreativitás az, hogy ebből hogy tudok az álomból valóságot teremteni. És azt gondolom, hogy részesei vagyunk az alkotásnak, még ha nem is kapunk érte díjakat. Folyamatosan nő a filmszakma, nő ez a piac, ezért szükség van sok location menedzserre, akik ezeket ki tudják szolgálni. Szereti megkeresni és megoldani a dolgokat, az menjen location menedzserre. Megváltozott az elképzelés, mert valahogy beesett egy sokkal jobb megoldás. És nagyon sokszor olyat küldök, amire nagyon nem számítanak, amit én gondolok a filmről.